Seprű és gerebje, mindenki ezekkel dolgozott szombaton a szexeli Körösi Csoma Sándor utcánál található játszótéren. A környezetszépítő akciót a helyi városvédők szervezték. A civilek vezetője azt mondja, szexált közterei egyre elhanyagoltabbak a tavalyi választás óta, ez pedig ősszel, amikor a falevelek hullanak, különösen látványos. Ezért szervezték a környezetszépítő programot. Mi külön programként elkezdtük a Szépítsük Városunkat programunkat, amelynek keretében már több helyszínen felvonultunk, és próbáljuk a várost élhetőbbé, szebbé varázsolni. A környezetszépítés nem csak ezen a játszótéren, hanem a Szurdikokban is zajlott. Az akcióhoz a Fidesz több helyi politikusa is csatlakozott. Csillagné Szántó Polixéna, a körzet önkormányzati képviselője azt mondja, az ilyen események jó alkalmat kínálnak ahhoz, hogy személyesen mérje fel a környéken élők igényeit. Számomra azért is fontos, ez még kicsit együtt vagyunk. Ide jönnek a körzetben lakók, néhányan tudunk beszélgetni, már most összeírtunk egy csomó gondot, amit itt meg kellene oldani. A környezetszépítő akcióban a város alpolgármestere is részt vett. Gyurkovics János szerint a koronavírus járvány minden korábbinál gyorsabb terjedése miatt különösen fontos lenne, hogy a közgyűlésben többségbe került ilyen szexuális frakció tagjai sokkal többet tegyenek a nyilvános közösségi terek tisztántartása érdekében. Olyan intézkedéseket, olyan dolgokat meghozni, amivel tudjuk ezeket a dolgokat csökkenteni. Tiszta legyen a játszótér, fertőtleníthető legyen, és a gyerekek megfelelő körülmények között tudjanak játszani. A hétvégi környezetszépítő akcióban résztvevők néhány óra alatt körülbelül 40 zsák szemetet és lehullott falevelet szedtek össze a város közigazgatási területén.